Emlékezetes év marad a tavalyi Tóth Krisztián számára, két 2014 legjobb utánpótláskorú sportolójára választottak a Mobáltal szervezett Heraklész Gálán. A KSI judósa junior világbajnokságot nyert, a felnőtt VB második, a felnőtt EB pedig harmadik lett. Ő a vendégem, jó reggelt kívánok, szervusz! egészen elképesztően impozáns évez, és egy icipici maradt még mondjuk így a felnőtt, felnőtt bezsebelhető csúcsok házatáján, de hát tulajdonképpen meg is csak egy junior díjki oszton találkoztunk, ugye ezen a bizonyos Herak lesz Gálán néhány nappal ezelőtt, úgyhogy aki az utánpótláskorú sportolók legjobbja akar lenni, azt gondolom, annak nem tiszte a felnőtt mezőnyben is meghódítani a világot, de úgy majdnem sikerült a tavalyi évben, szóval ez azért egy szuper év volt. Hát igen, <hőző> ugye a a legfontosabb dolog az a junior világbajnokság volt tavaly, de, de emellett nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy, hogy megkezdjük a Rio-i kvalifikációt, mert ugye nálunk elég, elég bonyolult a rendszere ennek, és ugye sikerült be, besebelnem ezt a két érmet. Emellett még rengeteg rendpén, illetve indultam, ahol szintén, sikeresen tudtam szerepelni, hogy teljes mértékben megaljuk vagyok elégedve ezzel a 2014-es évvel. Jó, hát nyilván gondolom ennek megfelelően építkezel majd a terveidben a 2015-ös évre is, de hát azért bőven ma még beszélünk a 2014-es évről. Annál is inkább, Krisztián, mert azért ez egy általában nem ilyen egyszerű fejezet mert semmilyen sportágban sem, amikor az ember az utánpótlás generációt elhagyja, és belép úgymond a felnőtt vezőnybe. Ugye az utánpótlás generációval, amikor az ember az utolsó éveit tapos, akkor már ő a rutinos, ugye úgy azt lehet mondani, hogy akkor már megismerte gyakorlatilag a versenytársai zömét, pláne ugye súlycsoportos sportágban ez különösképpen igaz, viszont amikor belép a felnőtt mezőnybe, ott összetalálkozik mindazokkal, akik gyakorlatilag valaha is az ellenfelei lehetnek, akik kezdők szintén, mint ő maga, és a legnagyobb ászakkal is. Hát arról nem is szólva, hogy sikerült éppen a világbajnokságon a sportág egyik legnagyobb klasszisával ugye döntőt vívnod. Tehát, tehát az átmenet láthatóan úgy tűnik, hogy a te életedben zöggenőmentes. Ez hogy történik? Hát ez csak látható, tehát ez, ez, nem, ez nem olyan uh -huh. dolog, hogy ez teljesen biztos volt uh, uh -huh. a tavalyi év előtt is. Um, Jól mondtad, hogy, hogy a, az utánputlás, illetve a felnőtt korcsoport között egy hatalmas szakadék van, pontosan emiatt nem bevezettek egy 23 as kategóriát is, ahol, ahol ha lehet úgy fogalmazni, akkor van egy kis átállási idő az uh -huh. utánputlás korosztálynak és hát igen, a felnőttben tetősül minden, tehát ott vannak a, a, viszonylag idősebb sztárok, illetve a feltörekvő fiatalok is, és hát egy nagyon-nagyon nehéz mezőny van ott a 90 kilóban. Erre egyébként hogy készültél pontosan ezért, mert ha szabad azt, fogalma, azt mondani, nyilván majdnem minden súlycsoportban, de a 90 kilós súlycsoportban különösképpen úgy érzi az ember, hogy nagyon erősen összpontosulnak a világklasszisok. Igen, hát ott van durván 15-20 ember, akik, akik egy szinten mozognak a top uh -huh. kategóriában, és és hihetetlen nehéz mindenkit ott megverni. a velem egy időseket már ugye nagyon-nagyon ismertem, tehát négy-öt éve zsúdoztunk együtt, és ott is a, 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 legjobb háromba mondanám azt, hogy, hogy stagnált a, a pozícióm. A felnőttekhez meg úgy tudtam hozzáállni, hogy, hogy oda megyek, és akkor lesz, ami lesz. Hát, én veszíteni nem tudtam ott. <laughs> Világos, hát az ember valóban kezdőként oda megy, akkor a többnyire azt szokták mondani, hogy az esélytelenek nyugalmával Igen. léphet szőnyegre, vagy pástra, vagy bármilyen sportágról beszéljünk. Amikor azt mondtad, hogy a, a legjobb háromba stagnált a pozíciód, akkor ez a pillanatnyi formát jelentette, amire utalsz, tehát lehettél győztese a saját kategóriádnak adott világversenyen, vagy éppen, éppen hogy lemaradtál a döntőről, vagy adott esetben egy vesztes, egy döntős szituációban? Ez nem egy pillanatnyi forma volt, tehát amikor junior voltam, hát ugye nekem négy évig volt junior Tájon, mert uh -huh. pont akkor volt ezzel kapcsolatban módosítás, amikor én júnior voltam, és, és mindig sikerült, nem mindig, de az esetek 90%-ában sikerült érmeket szereznem. Nyilván voltak hullámvölgyek, vagyok, amikor, amikor például kiestem egy Európa-bajnokságra, de, de úgy gondolom, hogy ez benne van a sportban. Abszolút benne van. Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy tényleg ennek a műfajnak az egyik már nem merem azt mondani, hogy a legnagyobb ígérete vagy, mert ugye szépen sorban lehet mondani, hogy váltod valóra ugye a legnagyobb terveket. <coughs> milyen, az a, milyen az a, műhely munka, Krisztián, ahonnan te jössz, ahol azért úgy tűnik, hogy, hogy, mégis, amit te mondtál, hogy bár kívülről tűnik, csak zöggenőmentesnek ez az átveret, de azért láthatóan mégis egy nagyon-nagyon eredményes munka folyik, ahol, ahol világklasszisokkal is eredményesen tudsz farkas szemet nézni. Igen, hát én nagyon, nagyon szeretem ebből a szempontból a Kási. tehát a, a, az edzők azok nagyon-nagyon jó szakemberek. Az egész háttér, ami ott van, a, a csapattársaim, a barátaim, a, a, fiatalabbak edzői, mindenki segít abban, hogy egy kicsivel mindig előrébb juthassak, és próbálom ugyanezt visszaadni nekik is, tehát próbálom húzni a az, az, kapcsán, hogy, hogy elérjék azt, amit én, hogy megtapasztalják, milyen érzés ez. Um, Nyugodtan kijelenthetem azt, hogy a KSI a legjobb szakosztály itthon a, a dzsúdó tekintetében, tehát szerintem ezzel nem, nem okozok meglepetést, uh hogy -huh. a felnőtt csapatbajnokságot is, ami hogy elég nagy szó, nyilván a, a, Paksi csapat nem indult, de, de azon kívül sikerült megvennünk például a nagy ellenfelünket, a Honvédot is. Emellett ugye ott van jó Abigér is, ott volt Maros Bárbar is, Backo Berni és Szilágyi László is, akik, akik mind, mind nemzetközi eredményeket tudtak hozni. Uh -huh. Beszéljünk egy kicsit a személyes adottságaidról, akár testalkat, akár egyéb erények tekintetében. Ezt csak azért is kérdezem, mert érdekes volt látni ezen a gálán, amikor Kovács Antallal találkoztál. <laughs> <laughs> és hát ugye jelentős a különbség köztetek, legalábbis magasságban és pont egy szakember jegyezte meg nekem, hogy az ember kettőtökre néz, akkor inkább rólad gondolná, hogy ennek a sportágnak a specialistája vagy, mint annak arról, ugye tudjuk, hogy mekkora klasszis a sportágnak. Igen, hát fiatal koromban volt két lehetőségem, hogy kosarazzak vagy zsúdozzak. Nekem is volt az életemben egy olyan fárem. Vicces Hát nem vagyok magas, tehát a kezdetekből is úgy indult ez az, az egész, hogy, uh -huh. hogy valamilyen közel, közelharci küzdősportot fogok csinálni, box, zsúdó, birkó, uh -huh. és ebből a zsúdót néztem meg először, és hát sikerült ott maradnom. Rögtön ott ragadtál, akkor először az magával ragadott ez a tűz. Nem tudnám megmondani, hogy miért, de, de úgy gondolom, hogy a, a játékos edzések miatt volt az, hogy, hogy, hogy fiatal, annyira fiatalon megragadt ez az, az egész. Mm. Hát magában 90 kilóban is alacsony vagyok, nem hogy Antihoz, de, de próbáljuk ezeket a dolgokat leküzdeni. Vannak egyébként pontosan ezeknek a testarányoknak erényei? Tehát azért a talajhoz közeli súlyponttól elkezdve sok minden, amit... Igen. Amit, igen? igen? tehát vannak ennek előnyei, hátrányai. <coughs> Hátránynak mondanám például, hogy rövidebb a kezem, tehát nekem lopnom kell a távolságot. Előnynek meg például az, hogy, hogy ugye, ahogy mondtad, nagyon alacsony van a súlypontom, nehéz megdobni. Uh -huh, igen, hát akkor ez mindenképpen feltétlen pozitívum. Amikor ugye arról beszéltünk is, hát a kapcsán ilyen ja, fölmerülhet a kérdés, meg hát a magyar egyéb súlycsoportok kiválósága kapcsán is, hogy azért egy olyan országban űzöd ezt a sportágat, ahol van kitől, van kiktől tanulni. Te mégis egy olyan ellenfelet neveztél meg példaképnek, aki egyébként pont a felnőtt világbajnokságon a döntőbéli ellenfeled volt, ugye Ilias Iliadisról beszélünk. Miért ő? <coughs> nem tudom ezt így pontosan megmondani. Egész egyszerűen a, az a harci stílus, amit ő, ő képvisel, az, az szerintem ugyanolyan, mint az enyém, pontosabban az enyém ugyanolyan, mint az övé. És, és úgy gondolom, hogy egy, egy fiatal sportoló sokkal inkább ragaszkodik egy olyan emberhez, aki, aki sokkal nagyobb távolságú van tőle, mint mondjuk egy, egy antihoz, aki szintén egy hihetetlen nagy klasszis, de ugye ő, őt, azért minden nap látta az ember keretedzéseken, azért ő, őt viszonylag kicsit ilyen hogy is mondjam, személyesebb kapcsolatot tápoltunk, mint, mint az ilyágyiszal, amikor az nagyon nagy dolog, amikor, amikor kimegy az ember egy külföldi versenyre, és akkor ott látja, hogy hopp, például ott egy Iliadis, ott egy, egy, egy dinár. Tehát um, szerintem ez a fő bindok annak, hogy, hogy a fiatal sportolók nagy része külföldi példaképeket keres. Te tulajdonképpen a, a, egy ilyen sportolónak az elérhetetlenség egy picit, eh, hogy is mondjam, hogy kellően misztifikálja a személyiségét? Ami... Igen. Uh -huh. Igen, úgy gondolom, hogy, ez, hogy ez az elérhetetlenség sokkal vonzóbbá teszi ezt az egészet. Na igen, de általában nem is beszélve, ugye, hogy Iliadi személyében egy nagyon érdekes uh, sportolóról beszélünk, és ha már szóba került ugye a súlycsoport meg, meg, végül is az, hogy uh, vajon kialakult-e neked már szerinted a felnőtt testalkadót, uh, nagy valószínűség azért 20 éves kora környékén egy férfinek erre nagy esélye van, pláne <laughs> ha ilyen intenzív mozgást végez. Hát ugye vele kapcsolatban azt lehet tudni, hogy azért ő akár főjebb, akár lejjebb, ő már azért megmutatta a világnak, nem csak 90 kilóban, hogy mire képes. Igen, hát ez jellemző egy Tehát is. Tehát 81-ben nyert ugye a világ, az olimpiát, de most 90 és is egy sikerült szerezni, 100 kilóban is küzdött. Hát, Igazából ez jellemző, ez jellemző a klasszusokat, tehát nem, nem, tudok erre igazából más mondani az, az, hogy ő három súlycsoportban is siker sikeresen zárt éveket, vagy pontosabban versenyeket, az, ez az ő pozitívuma, majd uh -huh. igyekszem követni. Na jó, rendben van, de csak ha az ember onnan nézi ezt a dolgot, hogy esetleg ha már ő járt följebb, akkor nem lenne szerencsés, ha egyszer végig csak följebb lépne, hogy ezt a súlycsoportot elhagyná. A te szemszögedből erről hogy vélekedsz? Szeretném majd megverni hát nem lenne szerencsés, hogy a de nem is hiszem, hogy ez be fog következni. tehát, hogy nem a... úgy szeretnél győzni, hogy is új csoportot vált, ha jól értem. igen, tehát szeretném majd egyszer legyőzni. Mm, az, hogy ő csoportot váltson, az, az a veszély nem fenyeget, mert azért én 28 éves, ha jól tudom, és, és 100 kg sokkal magasabb emberek vannak. Próbálkozott a évben egy 100 kg váltással, de hát ott egy, egy pont egy 100 kg klasszissal kezdett, mert ugye ott nem volt neki világranglista pontja, és kikapott, gondolom ez egy kicsit hogy is mondjam, kudarcnak ezt mm. az egészet, és visszajött, visszajött. Világos. Mm. Beszéljenek egy picit az idei tervekről. Ne, és inkább, mert van itt rögtön már a tavasz kapcsán egy, egy kis probléma. Pont nekem jutott a, a hír hétfőn a Sport 24 műsorunkban, hogy elmondjam, ugyan, hogy azt már tudtuk, hogy Glasgow-tól elvette az Európai Szövetség az Európa Bajnokság Rendezési Jogát, és ugye megkereste a Grémium a, a Magyar Szövetséget, akik úgy tűnik, hogy az idő rövidsége miatt végül is nemet mondtak. Ez ugye egy áprilisi időpont. Lenne, vagy lett volna, ez most már lehet, hogy elképzelhető, hogy végérvényesebb múlt idő. Ez, ez mennyire érint téged? Most hát nyilván mindenkit, de most konkrétan téged, akár az egész szezonos felkészülési menetrendet tekintve negatívan. Um, abból a szempontból negatív, hogy elég sok ponttól el tudunk igyesni. Tehát, hogyha egy érvet sikerülne ott bezsebelni, akkor. Ez egy kvalifikációs pont Abszolút, egyébként? Igen, uh -huh. igen. Hát nem, nem, tudjuk igazából, hogy most, most, mi lesz a végleges döntés, az biztos, hogy onnan elkerült az Európa bajnokság. Az, hogy lesz-e, más helyszínen lesz-e, vagy, vagy hogy például ez a, az európai játékok, amit most fognak bevezetni, ez, ez fog -e annak számítani, azt ez nem tudjuk még pontosan. Várjuk a végleges döntéseket. Igen, tehát összességében azért a a szezonban egy EB azért az elég nagy vérvesztesség, nem csak kvalifikáció szempontjából, minden szempontból, nem? Így igaz. Hát, hát mi, mint ö, egyéni sportolók, ugye a -e -e kapjuk a, a pénzünket, és, ö, és például pont egy ilyen Európa bajnokság szám számít bele, tehát hiába indulunk világkupákon, mert csak az LB, illetve a világbajnokság számít az ilyen pontok gyűjtésében. Meg hát azért nyilván egy Európa bajnoki érem se még a gyűjteménybe. Hogyne. Más kérdés persze, hogy mondjuk ha ő hibátokon kívül marad el egy NBA, akkor ezt itt a Gerevics pont számításnál vajon hogy fogják kalkulálni. Nem biztos, hogy ezt a ti hátányatokra kellene. Szerintem elszámolni, ez persze ki fog derülni, Viszont hát ugye nem kárpótlás, de mindenképpen ugye új kezdeményezés, és eddig is sport szempontjából különösen fontos, hogy ezek a bakúi Európa játékok, ami gyakorlatilag egy Európai Olimpia, nevezhetjük feltétlenül annak, még fogja egyébként ezt a világeseményt majd közvetíteni lehet valami fajta pótlék, valami fajta kárpótlás ez az esemény, vagy akár az újdonsága miatt valami teljesen mást hozhat? Um, úgy gondolom, hogy abban a szempontból jó lenne az európai játékok, hogy kicsit felvezeti az olimpiát. Tehát ugye én még nem voltam a felnőtt olimpián, és, és uh, szerintem valamivel közelebb kerülnék az az érzéshez, mint ami majd Rióban várni fog, hogyha minden jól megy. Tehát uh, ebből a szempontból mindenféleképpen várnám, és mindenféleképpen ki ki szeretnék jutni oda. A, a, többi szempont az már inkább negatívabb lenne, tehát hogyha mondjuk nem ad olimpiai pontokat, mert még a Nemzetközi Szövetség nem fogadta ezt el, vagy, vagy a, ugye amit beszéltünk, Gerevics ösztöndíjak, tehát, tehát, bármilyen pozitívum ugye nem lesz ott. Tehát most ha kiutazunk Bakuba, egyes hogy a sérülés veszély, plusz lefogyasztás, akkor, akkor megint ugye az utazás, akkor onnan visszajönni, és akkor lehet, hogy pont, pont a másik irányba kell majd indulnunk egy kvalifikációs versenyre, tehát ez elég komplex dolog, még erről egyeztetni kell az edzőről is. Uh -huh. Na most viszont akkor így, ha, ha ilyen sok viszonylag bizonytalan tényező jellemzi a 2015-ös programot, akkor akkor hogy koncentrálódik majd a formád erre az évre, mikor kell a csúcson legyen? Hát úgy gondolom, hogy a Felnőtt Világbajnokságon, tehát szerintem az egyértelmű. Ez dátum szerint, ez körülbelül hova esik az év, melyik Hú, hát az? október körül. Tehát ezt ezt pontosan most nem tudom megmondani, addig, uh -huh. addig ugye te... Van sok róla, dolog. Róla jellemző az, hogy, hogy, én ezekre nem nagyon szoktam figyelni, nekem mindig szólnak egy, egy hónappal előtte, hogy most már lassan, <laughs> <válassam, gül> a lassan világbajnokság, súlybeállítás, akkor uh -huh. másfajta edzésprogram. De, de mert de... Ennyire, ennyire, a munkára fókuszálsz, hogy ezekkel az úgymond részletekkel nem foglalkozol, vagy miért? Lehet így is fogalmazni, de, de, úgy gondolom, hogy, hogy, hogy a sportoló számára az, az, hogy mikor van verseny, abból a szempontból ér, lényegtelen, hogy majd az edző mondja neki, vagy, vagy például a egyeztessen, vagy Én Hát az adminisztráció nem foglalkozol, ezt intézzék Igen. mások. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit <coughs> hagyag vagyok, hogyha lehet így fogalmazni, de, de mindig úgy szoktam csinálni, tehát nem, nem is, nem is ö, misztifikálom túl ezeket a dolgokat, mert tudom, hogy jön egy világbajnokság, és akkor, akkor abban az időben fogok rá felkészülni. Most most például azért nem foglalkozok a világbajnoksággal, mert hétvégén Düsseldorfból lesz egy Grand Prix, utána meg megint nem tudjuk még, hogy hova megyünk Grand Prix-re, vagy vagy Biliszibe, uh -huh. tehát tehát egy elég, elég jó, hát Inga akkor a leges, legfontosabb dolog, hogy csúcsformát kell tartani gyakorlatilag, ha nem is azt mondom, hogy 365 napon át, de azért az esztendője java részében feltétlenül. Igen, próbáljuk is tartani. Krisztián, nagyon örülök neki, szívből gratulálok ez a csodás esztendőt, az amire 2014 volt, fejeld meg 2015-ben. Jó, szombat, csak azt kívánom, szépen. és aztán utána jön egy csúcs év, remélhetőleg majd a Rio év. Addig még biztos vagyok benne, hogy találkozunk. Gratulálok. Köszönöm.